Jó napot kívánok, kedves nézőink! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Abban a szerencsés helyzetben vagyok a mai nap folyamán, hogy két gyönyörű fiatal hölgyel készíthetünk el egy nagyszerű desszertet, ami nem lesz más, mint a berceli, Tisza berceli almatorta. Ez egy sütés nélküli, sütést nem igénylő torta lesz, amihez szükségünk van 12 darab megtisztított almára, amit ha megkérem Renit, ha nem haragszol, akkor lereszelled, lereszelnéd nekünk, köszönjük. Szükségünk van hozzá továbbá még egy 28 cm átmérőjű tortaformára, és mindenféleképpen Valinak a kezére, Valinak a tudására, aki a továbbiakban ismerteti önökkel ezt a receptet, amíg én ezt a torta formát egy fóliával, egy folpak fóliával kibélelem. Akkor elkezdjük, szépen összerakjuk a tortánkat. 12 darab almát megdísztelünk, 3 deci hideg vízzel egy cukrosszirupba, megpároljuk. 2 csomag vanília pudingot fogunk elkeverni, szintén 2 deci hideg vízzel, és ezt jól összefőzzük. Ízesítjük fahéjjal, vaníliacukorral és citrommal. Ha ezzel megvagyunk, ez gyönyörűen ilyen jó kis tocsogósra megpároljuk, és szükségünk lesz babapiskótára. És ennyi szükséges hozzá, és ezt szépen rakjuk majd el. Alulra kerül a babapiskóta, és rétegezzük majd az almával. Meg is vagyunk. Azért fóliázzuk ki a tortaformánkat, hogy nagyon egyszerűen, tapadásmentesen le tudjuk majd venni az elkészült tortánkról magát, ezt a formát, és ebben fog nekünk segíteni a folpakfólia. Bármi nem is süteményt, hogyha hidegen készítenek, akkor használják hozzá bátran ezt a technológiát. Amíg az alma elkészül, már nem sok van hátra, addig Vali elkészíti a cukorszirupunkat, amihez 3 deci víz. És mennyi cukor szükséges? 10 deka, 10 deka kristálycukor. Ez gyakorlatilag szépen egynemű forraljuk, igen. Kérek egy kis vanília cukrot és egy kis citromhéját is. Ez egy csomag bourbon vaníliás cukor. Igen, adok citromot, igen, kell nekünk egy kis citromleve, reszelhetünk bele héját is, és akkor a kis reszelő egy kis héját is mehet bele. A citromot az ízlés szerint használhatják, ki mennyire szereti savanykásan. Látják, fölforta a vízünk, szépen egyneművé vált a cukorral, időközben az almánk is elkészült. És most az almát nem túl erősen, de egy picikét kifacsarjuk. Jó, a markunkba veszünk egy kicsit. Én is segítek Renátának. És tehetjük bele ebbe a cukorszirupunkba. És ebben gyakorlatilag ledinszteljük az almát. Hadd járja jól át ez a fűszerezett cukorszirup. Addig pároljuk, míg a víz egy kicsit le nem fölrolla. Közben kell nekem 2 vanília pudingot. Ezt vízzel mennyi vízzel, 2 deci hideg víz, 2 egész vanília pudingot elkeverünk simára. Ezt odaadjuk, és mint az almánkról elfül a víz, már megpárolódott, addig hozzáadjuk majd a vanília pudingot, és azzal már 5 percig csak főzzük.
Mivel mindenki dolgozik, és nem mondják azt, hogy én pedig lustán csak itt áldogálok, ugye egy jó nagy csomag babapiskótát, ez körülbelül egy olyan 40 darab, ide készítek magam mellé, és ezzel a babapiskótával szépen körbe rakom a tortaformánkat. Amennyire szorosan lehet, annyira. Elkészült a pudingot, kérem, remkes, elkészült, köszönöm. És akkor már adhatjuk is hozzá szép egyneművő simára, és rájöntünk az almánkra. Tehát amennyire tudtuk, szépen kiraktuk a tortaformánk alját babapiskótával, időközben elkészült az almánk. Nézd, összefőtt, lefőttük a levet róla, gyönyörűen egyben maradt. Nézzék, nincs alatt a lé. Most ízesítjük egy pici fahéjjal. Egy mokáskanál, szóval. Hát ez, ebből bátran lehet egy ilyen kis tejáskanálnyi. Gyorsba forrón elkavarom. Készen vagyunk, és akkor nincs más hátra. Fogunk egy spickanalat, és rétegezzük. És egy kanállal ezt az alma masszát rátesszük a babapiskótára. És gyakorlatilag megfelezzük. Ez az almás massza. Forró. Ez fogja jó forró, majd bepuhítani a babapiskótát. Addig rakják, kedves nézőink, almával, hogy körülbelül legalább egy fél centinyi perem maradjon meg nekünk ebből a torta formából, mivel oda fogjuk még ennek a tetejére majd rárakni a tejszínhabunkat. Azután, hogy ez az alma, vagyis ez az eddig elkészített torta szépen kihűl. Legalább egy éjszakát álljon a hűtőbe, vagy egy éjszakát álljon a hidegen, hogy utána könnyen, szépen lehessen szeletelni. Időközben szépen kihűlt az almatortánk, és most pedig a már felvert habot rá lehet tenni. Ez milyen mennyiségű tejszínhabot? Fél liter tejszínhabot vertünk fel. Kiütöttük a almatortánkat, és akkor most nincs más hátra, mint hogy szépen levesszük róla a tortaformánkat. Ha kicsatoljuk, akkor mindig nyúljunk alá kézzel, és akkor így ezzel a vívész mozdulattal, roncsolódás nélkül ezt meg is tehetjük. Jó étvágyat kívánunk önöknek. Jó étvágyat kívánok. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.